egy nagyon egyszerű, gyorsan összeállítható édességet fogok ma készíteni, a neve barackos sütemény. Joghurtos kevert tészta az alapja, erre kerülnek rá majd a sárga barack szeletek, a tetejét pedig bőven megszórom majd vaníliás kristálycukorral. Már előkészítettem 20 dekagram lisztet, hozzáöntök fél csomag sütőport, 15 dekagram kristálycukrot, 3 egész tojást, 130 ml natur joghurtot, és végezetül 150 ml étkezési olajat. Ezeket az összetevőket elkeverem mixer segítségével. Körülbelül 1 percig mixereltem a tészta hozzávalóit. Most bele fogom önteni egy 20x30 cm nagyságú gáztepsibe, amit én már kivajaztam és ki is liszteztem. Megtisztítottam és felszereteltem körülbelül 50 dekagram sárga barackot, és most szépen a tészta tetejére rakom. Öt dekagram cukorhoz hozzáöntök egy csomag vaníliás cukrot, elkeverem, és ezt rászórom a barackra. Előmelegítettem a sütőt 180 fokra, és körülbelül 45 perc alatt fogom megsütni a süteményt. Elkészült a sütemény. A sütési időt korrigálnám, nekem elegendő volt 40 perc. A cukor szépen karamellizálódott a tészta tetején, lehet szeletelni és tálalni.